A Tamási járás területén az elmúlt években térítésmentesen került megszervezésre a 45 éven felüli nők mammográfiai szűrővizsgálata. 2023-ban ismét adott lesz a lehetőség, erről döntött a város képviselőtestülete. Körülbelül itt a Tamási és környékéről 2530 hölgyet fognak behívni. Első körben 1700 hölgy fog kapni. Ők olyanok, akik még nem kaptak behívót, és körülbelül 800 fő lesz, akik már kaptak behívót, csak még a korábbi kampányszűrésben nem vettek részt. Arra kérik a járás területén élő hölgyeket, hogy aki behívót kap, éljen a lehetőséggel. A mammográfia egy speciális röntgenképalkotó eljárás. A 45-65 év közötti hölgyeknek két évente javasolt, hogy az emlőrákot meg tudjuk előzni, illetve minél hamarabb észrevegyük, kiszűrjük, és ha véletlenül kialakul, akkor minél gyorsabban tudjuk kezelni. Azok, akik bármiféle tünetet észlelnek magukon, ők háziorvosukat vagy nőgyógyászukat keressék a problémával. A buszon csak azokat tudják szűrni, akik behívót kaptak.